megérkezett a Mikulás városunk egyik nyugdíjas otthonába. Egy országos akció keretében Dunaszerdahelyen magánszemélyek csatlakoztak a gyűjtéshez, amelynek célja az idős otthonok lakóinak megajándékozása volt. Tényleg csak egy apró kis dolog, már nekünk nem is nagy költség, nem nagy dolog, hogy tényleg egy keveset kell vele foglalkozni, valakinek mégis hatalmas öröm, hogy valaki gondol rá olyankor, mikor nem is számít rá, úgyhogy örömet okoz annak is, aki kapja, és annak is, aki készíti ezt az ajándékot neki. Nagyon jól esik, hogy ilyenkor karácsony közelettében nem feledkeznek a idős lakókról, idős nyugdíjasainkról, ugyanis a karácsony a szeretet ünnepe, és ilyenkor mindenkiről illik megemlékezni, és nagyon jól esik, gondolom, mindnyájunknak. Nem csak fiatalkorba, de időskorba talán duplán. A Dunaszerdahelyi plébániai karitász a Városi Hivatal Szociális Osztályával és a Szent György Lovagrenddel karöltve rászoruló családoknak nyújtott segítséget, amelyek otthon, illetve te a délutánon kaptak élelmiszer és ajándékcsomagot. Szeptember elején megrendeztük a városi nagygyűjtést, illetve novemberben a nagy áruház bejáratánál pedig a tartós élelmiszergyűjtést, illetve minden szombaton elfogadtuk a városban a családok felajánlásait. Ezt ilyenkor összeadjuk, és széttosszuk a saját nyilvántartásunk szerint. Az egyházi család örömmel fogadta a karácsony előtti ajándékot. Nekünk ez nagyon sok mindent jelent, mert így tudunk a gyerekeknek is örömet okozni ezzel, hogy kapnak gyümölcsöt például. És ez nagyon jó dolog így, hogyha kap az ember. Mink is szívesen adunk, hogyha van. A Városi Szabadidőközpontban már hetek óta készültek a karácsonyi díszek, amiben kisebb és nagyobb gyerekek egyaránt bekapcsolódtak. Mindenkinek jusson valamilyen, de még akkor készítenek önállóan is, de úgy, mint a mézes kalács kinyomós, hiszen kidíszíték ilyen hópehelyet, hóembert, télapót, általában egy négyesek járnak ide. A gimnazisták azok is szeretik ezeket a munkákat, de ők már nagyon méretű termékeket gyártanak. A termálfürdő szállodájában teltház lesz a karácsony és a szilveszter közötti időszakban. Ezúttal is elsősorban csehországi vendégek érkeznek majd a közkedvelt létesítménybe. A vendégeinket különleges karácsonyi csomagokkal várjuk, és elmondhatom nagy örömmel, hogy úgy, mint tavaly, ezen az éven és idén is gyakorlatilag a karácsonyi időszak teljesen ki van árulva, elfogytak a szabadkapacitások a szabadhelyeink. Az egynapos vendégek száma szintén megnő az ünnepi időszakban. Az emberek nagyon szívesen jönnek ki hozzánk kicsit pihenni, ugye mindenki kicsit fáradt a karácsonyban, mert mindenkinek izgulósan telik ez az időszak, úgyhogy akkor tényleg az emberek kiengednek, eljönnek ugyanúgy masszázsokra, fürdeni vagy a szaunába.